Köszöntöm nézőinket, ez a szerda este, benne pedig a hét témája. Vendégem Kárpáti Béla, a Sopronfertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit ZRT vezérigazgatója, akit sok szeretettel köszöntök. Jó napot kívánok, üdvözlöm a tévénézőket. Mielőtt elkezdenénk beszélgetni, azt javaslom, hogy nézzünk meg egy filmet, amely a fejlesztés jelenlegi állapotát fogja bemutatni. Egy perc hosszúságban ezt megtekintjük, és akkor utána kitérünk majd a részletekre. Tehát hogy áll az építkezés? Most ebbe kaptunk egy kis betekintést. 9 hónapja kezdődtek a kivitelezési munkálatok. Mi történt ez idő alatt? Hát 9 hónapja kezdődtek a földmunkával járó kivitelezési munkálatok. Már egész projektet előkészítő munkák azok már azért jó pár éve haladnak. Hát én azt tudom mondani, hogy ahogy a kis filmben is lehetett látni, ütemtervnek megfelelően szépen haladunk előre. Mi kimondottan örömmel látjuk azt, hogy azok a szervezetek, amelyeket az egyeztetések során, az előkészítés során bevontunk a terv kialakításában, azok nagyon aktívan részt vesznek ezeken a bejárásokon, és örömmel tapasztaljuk azt, hogy azt látják, és az jön létre, amit ők megálmodtak. Tehát például a kenuzó csapatok nagyon örültek annak, hogy végre van egy olyan területe a Fertőtónak, egy közösségi számára elérhető lesz, hogy nem kell a hatalmas hullámzással küzdeni egy kenuzás esetében, vagy öröm látni azt, hogy a partfalépítési munkák, illetve a sója, hajó, kiemelési lehetőségek azok úgy alakulnak, meg lehet látni, hogy azok fognak létrejönni, amelyeket mondjuk a Vitorlás Szövetség meghatározott előre, hogy ők mit szeretnének ott látni a területen. Én úgy gondolom, ezek kimondottan jó előremutató dolgok. A területen helyenként védett madarak fészkeltek be a munka során idén, de akkor le is állítottuk a beruházást azokon a területeken, úgyhogy igazából a természetvédelmi monitoring eredmények is nagyon jók, hogy a tévénézők értsék, a beruházás elejétől a legvégéig minden egyes mozzanatot természetvédelmi szakértők figyelnek és dokumentálnak, és a hatóság vegetációs időben, tehát nyáron, 3 hetente a területen van és ellenőrzi ezeket a munkákat, és egyelőre nagyon jók a tapasztalatok. Pedig hát ugye erről is sokat lehet olvasni, hogy aggódnak egyesek azért, hogy hát itt a természet értékei sajnos esetlegesen bántás alatt. Többször beszélgettünk erről, én nem szeretek politizálni a projekttel kapcsolatosan, de azért ahol tisztában kell lenni, hogy szerintem nem egy politikusnak kell környezetvédelmi kérdéseket vizsgálni egy ilyen nagy beruházás esetén, hanem az arra megfelelő szakértőknek, szakszemélyzetnek vagy természetvédelmi hatóságnak. A másik kiemelt dolog, amely még mindig téma, az nem más, mint a cölöpházak ügye. Itt most hogy állunk, mert itt is aztán lehet olvasni ezt is, azt is. Tehát ezeket a mederhasználati szerződéseket megvásárolták alapvetőleg osztrák, illetve pár magyar tulajdonos. Ezeket nagyon alacsony áron vásárolták meg, és utána építették tovább ott a cölöpházakat. Sajnos nagyon sok sufni tuning megoldást alkalmaztak, mert hát lehet látni, hogy
szennyvíz több helyen állandóan folyt a fertővizében. Na most én a mai napra csak azért, hogy tisztában lássuk, ezt behoztam magammal egy szerződést. Ez egy 2006-os szerződés. A 2006-os szerződés 2016-ban módosították, de semmi más nem módosult a szerződésben, csak annyi, hogy 2016-ban ugye az átlátható szervezetek miatt létrehozott törvény miatt egy paragrafus belekerült, hogy aki nem átlátható, az nem bérelhet állami területet. Mert ugye ezek állami területeket béreltek ezek a tulajdonosok vagy bérlők. És hogy pontosak legyünk, a 2006-os szerződésben egész pontosan ez van benne: köteles a mederhasználati szerződés megszűnése esetén a bérleményt a vagyonkezelő, azaz az állam részére a bérlő visszaadni a hatályos jogszabályoknak megfelelően, ami egyébként annyit jelent, hogy 90 nap áll erre körülbelül rendelkezésre, meg egyéb dolgokat, a mederhasználati szerződés megszűnése miatt kártérítés nem jár. Tehát ez 2006-ban, meg előtte is benne volt. Tehát ez nagyon fontos, hogy kiemeljük. Vannak olyan ellenzéki politikusok, akik jelenleg avval kampányolnak itt a térségben, hogy kártéríteni kellene ezeket egyébként alapvetően osztrák tulajdonosokat, illetve korábbi bérlőket. De hát ez a szerződésükben benne van, hogy a mederhasználati szerződés megszűnése miatt kártérítés nem jár. Azt eredeti állapotba kell visszaadják a magyar államnak. Ez egy nagyon egyszerű jogi dolog. Én úgy gondolom, hogy itt lehet hisztériákat kelteni, de itt nem erről van szó. Ők béreltek egy területet, ezt vissza kell adják a magyar államnak. Semmi más nem történt, csak ezt a területet visszavette most a magyar állam. Ők ezt tudták, amikor bérelték. De ez ennyire egyértelmű, akkor a támadások miért nem szűnnek meg? Hát azért, mert alapvetőleg itt egy gazdasági ellentétről beszélünk. Ugye megint kötődjünk a szerződéshez. Ez a szerződés például, de az összes többi ilyen, nagyságrendileg 500-600 négyzetméteres mederhasználati területről szól, tehát ezek a stégek a cölöpházak alatt 5-600 négyzetméteresek voltak. Ezeknek körülbelül olyan 300-400 forint volt négyzetméterének a bérleti díja. Ez annyit jelent, hogy egy ilyen cölöpház területét valaki egy évre 180-200 ezer forintért bérelte per év. Hát én fölteszem a kérdést a tévénézőknek, hogy ki az, aki ne lenne akkor mérges, hogyha ő neki egy ilyen szuper jutányos bérleményét fölmondja. Egyébként nem is tartom etikusnak, hát Sopronban egy 60 négyzetméteres lakást nem lehet gyakorlatilag havonta ennyiért bérelni, nem hogy 600 négyzetméteres területeket egy víztükrön. Illetve tovább menjünk. Miért nem szűnnek a támadások? Azért, mert jön a kampány, és álcivil tevékenységek mögé burkolóznak ellenzéki politikusok. Ismétlem, nem szeretnék politizálni, de azért az egy érdekes dolog, amikor a Greenpeace Magyarország idejön a fertőpartra, tüntet egyet, törvényt sért, határon átjön, határ átlépési tilalmat szeg meg, rongál, mindenféle csinál, és utána posztol egy fényképet, amin áll három budapesti Greenpeace aktivista, körbevéve a Sopron környéki ellenzéki platformmal. Hát erre nehéz azt mondani, hogy ez egy civil tevékenység. De ugyanígy tovább tudunk menni, és én úgy gondolom, hogy a támadások azért nem szűnnek meg, mert erősödik a kampány. Nem gondolom, hogy egy ért környékén élő ember, aki ellenzéki képviselőként van jelen itt a térségben, neki kellene megmondani, hogy a fertőpartnak mi a jó, és nem a soproni embereknek. Hát nagyon sokszor látjuk azt, hogy fizikailag nem tudják, hogy hol vannak a területen. Amikor fényképeznek például, hogy cölöpházakat markolóval bontottak el, az nem is a cölöpházak területén volt, hanem a strand területén mederkotrást végeztek a kivitelezők. Mi olyan embereket kérdeztünk meg a fejlesztésről, akik nem csak gyerekkorukban, hanem jelenleg is itt vannak a területen, és itt élnek, és a térségben akarják eltölteni valószínűleg a elkövetkezendő életüket. A felmondás is egy fontos kérdés, erről is lehet ezt is, azt is olvasni. Hogy mondhatja fel a szerződést, a cölöpházak bérlőivel a szerződést az állam? Tehát ennek mi a folyamata? A szerződés aláírásakor a bérlők tisztában voltak avval,
hogy ezt a jogszabályoknak megfelelően rövid határidővel felmondhatja az állam, és abban az esetben nem jár kártérítés. Ők ezt pontosan tudták az aláírás pillanatában. Tehát éppen ezért valótlan azt állítani, hogy és avval riogatni az embereket, hogy ez nem így volt. Valótlan ezért az interneten aláírásokat gyűjtögetni. Ezek mind arról szólnak, gyakorlatilag egy politikai, fizetett politikai kampánynak a része, amelyben gyakorlatilag a Sopron térségi emberektől el akarják venni ezt a fejlesztést. Tehát ezek a cölöpház tulajdonosok tudták, hogy ha nekik a magyar állam fölmondja a szerződésüket, ők ezeket a területeket eredeti állapotnak megfelelően kell visszaállítsák. És még egy rövid kérdést hadd tegyek ide. A világörökségi kérdés mindig szóba jön. Az egyeztetések alatt fel sem merült az, hogy ezek világörökségi értékek lennének. Hát hogyan lennének? Volt olyan épület, amelyet Erdélyből hoztak, és összerakták, és fazsindely helyett náttetőt tettek rá. A Sopron térségi fertőparti világörökségi táj, én úgy gondolom, hogy ilyen illusztris, de egyébként nem ide való dolgoktól, nem ettől lett világörökség. Hol érdemes egyébként tájékozódni a fejlesztés folyamatáról? Tehát van ugye saját honlapja a fejlesztésnek, tulajdonképpen Facebook oldala, itt megkapható tulajdonképpen minden információ. Igen, ugye? Minket sokszor vádolnak avval sajnos, szintén politikai okokból, hogy mi itt titkolunk valamit. Azt tudom mondani, hogy a nyár folyamán körülbelül 6 vagy 8 csoportot bevittünk a területre, akik utána hazamentek és mindent elmeséltek, hogy mit láttak a területen, és nem titkoltunk semmit. A hatóság 3 hetente természetvédelmi bejárást végzett a területen, illetve pont azért, mert a fejlesztést ilyenekkel vádolták, hogy itt semmi más nem lesz, csak szállodák, meg hogy lebetonozzuk a fertőpartot, pont ezért a Sopron várkerületén a Mária szobor mellett van egy nagyon nagy térinstalláció. Én buzdítom a Sopron környéki embereket, hogy menjenek oda, nézzék meg, keressenek minket a Facebookon, és részletében láthatják, hogy hol tart a beruházás, illetve milyen közösség által használható dolgokat fogunk létrehozni. Ütemterv szerint halad a beruházás egyébként? Van-e bármennyi késés esetleg? Hát egyelőre nem látunk késést körvonalazódni. Az ütemtervet tudja tartani a kivitelező. Alapvetően jövő április-májusra kell nekik befejezni ezt a szerződési etapot. Én nagyon remélem, hogy tartani is fogjuk továbbra is ezt a ütemet, és jól fogunk tudni haladni. Köszönöm szépen Kárpáti Bélának, a Sopron Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit ZRT vezérigazgatójának, hogy mindezt elmondta nekünk, és elfogadta a meghívásunkat. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, ez volt a hét témája, tartsanak továbbra is velünk, viszontlátásra! Köszönjük figyelmüket, Önök a Sopron TV heti magazinját, a szerda estét látták. Jövő héten ismét várjuk Önöket. Műsorainkat megtalálják a sopronmedia.hu oldalon és Facebookon is követhetnek bennünket. Ne feledjék, ha szerda este, akkor Sopron TV. Viszontlátásra! A Hölgyválasz együttműködő partnere a Bónis Rejter Borászat.